Teltház előtt ősbemutató keretében mutatták be Kövi Szabolcs a kiváló fuvolaművész Hangutazás, Fényutazás című koncertjét a Köfén művelődési házban. A programot eddig egyedülálló módon lézerfényjáték kísérte, amelynek keretében a közönség megtekinthette Zsolnai Tímea misztikus töklámpásait is. Próbáltam újítani, talán ennek is köszönhető a nagyobb létszám, hogy egy lézerfényjáték kíséri az előadást. Én Kecskemétre járok a planetáriumban, és a planetáriumnak az igazgatója a felelős ezért a lézer showért, és eredetileg csak Kecskeméten csináltuk volna meg, viszont itt a Köfénben annyira jó a befogadó közeg, hogy megpróbáltuk kihozni a planetáriumból ezt a lézer fényjátékos előadást. A művész természetesen maga készíti meditatív és relaxációs hangulatú albumait, amelyek alkalmasak meditáció, relaxáció közben, zeneterápiás célú használatra, például háttérzeneként, tanuláshoz, alkotó tevékenységhez, vagy akár kisgyermekek altatásához és meg annyi más tevékenységhez is. Szerintem mindig is volt erre érdeklődés, csak az ilyen reklám nélküli zenészek azok lassan terjednek el. Ha belegondolunk Vangelisre, Vangelis munkásságába, vagy Enya munkásságába, ezek mindig is népszerű előadók voltak. Viszont én nekem ugye nincsen semmiféle rádió megjelenésem, tévé megjelenésem, úgyhogy én csak úgy terjedek el, hogy valaki eljön a koncertre, átadja a hírt, aztán megint eljön valaki a barátjával, és így lesznek egyre többen. Ha egy városban több előadásom van, akkor egyre többen jönnek. Hogyha valahol új vagyok, akkor olyan érzés, mint hogyha ott még semmit sem csináltam volna. A koncerten ismét bebizonyosodott, hogy a Kövi Szabolcs által képviselt misztikus meditatív zene egyben terápiás hatással is bír. Olyan távlatokat nyit meg a gondoskodó tisztelettel megírt dallamvilág, amelyre minden eddiginél nagyobb szüksége van az embernek a felgyorsult világban.